több mint egy millió emberrel többen dolgoznak most, mint 2010, tehát a baloldali kormányok idején dolgoztak. Ez egy óriási szám, és hiába volt a 2022-es év a veszélyek éve, hiába volt elhibázott szankció, hiába volt szankciós felár az energiánál. Ha megnézi a tényleges gazdasági adatokat, akkor azt fogja tapasztalni, hogy soha nem dolgoztak olyan sokan Magyarországon, mint éppen ebben a 2022-es évben.